A nagy melegben Magyar Kanizsán is többször riasztották a tűzoltókat. A helyi egység ebben az időszakban a legfelkészültebb. Az aratás ideje alatt állandó és fokozott ügyeletet tartottak, mondta Csikós László, Magyar Kanizsa polgármesteri tanácsosa. Az aratás ideje alatt aratásból és a szalma szállításból még tűz nem keletkezett. Ez a hét tűz, ami a múlt héten volt, ez főleg egy eldobott cigarettavég, esetleg öngyulladás idézte elő. Sajnos a tűzesetekben még mindig a horgas kataszteri község vezet, ott keletkezik a legtöbb tűz. Magyar Kanizsa községben továbbra is kiemelt készültségben vannak a tűzoltók, hiszen az elmúlt hetekben a szokásosnál jóval magasabb volt a tűzesetek száma.